Sziasztok, ti kis mérnök palánták! Ennek a videónak a nagy kérdése, hogy vajon milyen végzettség szükségeltetik ahhoz, hogy az ember hidakat tervezzen, amin kvázi biztonságban áthaladhatnak dolgok, és hogy milyen lesz első látásra a Polybridge. Ahogy a játék címéből arra következtetni is lehet, ez egy hídépítős szimulátor. Magyarán szólva a játékos feladata az lesz, hogy hidakat tervezzen és építsen meg, amiken áthaladhatnak különböző méretű és típusú járgányok, anélkül, hogy a híd akár csak a saját súlyából, vagy pedig az őt érő terhelésnek köszönhetően összeroskadna, és akkor mindenki a mélybe zuhanjon. Nos, érzésem szerint ez egy olyan játék, ami kortalan, ami alatt azt értem, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlható, mégpedig azért is, mert elég jó benne a fizika, és ráadásul már elég korán megismertethetjük vele a csemeténket a fizikával, a statikával és a mérnöki tervezés, hídépítés bizonyos aspektusaival. Ezt már csak azért is mondom, mert én is találkoztam olyan építészeti elemekkel a játékban, amire csak most döbbentem rá, hogy jé, tényleg, akkor ezért néznek ki úgy a hidak, ahogy. Mert hogy így oszlik el a terhelés. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy ez kivált egy egyetemet, meg egy mérnöki diplomát, de mondjuk egy tök jó kis alapozás, akár már egészen fiatal kortól, meg hát nem utolsó sorban egy nagyon jó kis szimulátor, puzzle játék. Na, ennyit előjáróban, a linket szokás szerint megtaláljátok a leírásban. A játékban benne van egy kampánymód, ahol, ha jól tudom, több mint 100 pálya van, ahol különféle feladatokat kell megoldanunk, van sandbox, van Steam-es workshop támogatás, ami azt jelenti, hogy mi készíthetünk pályákat a játékban más játékosok számára, vagy a más játékosok által készített pályákat használhatunk mi. Van egy galéria, ahol megnézhetjük a korábbi visszajátszásainkat, ahol mindenféle hidat próbálunk elkészíteni és tesztelni, hogy vajon végigmegy-e rajtuk a tesztüzem, és ezt föl is tudjuk egyébként tölteni a különféle szociális médiáinkba, beállítás és kézikönyv. Én szerintem lövök gyorsan egy tutoriált, egyébként látjátok, most lereszetáltam, de úgy nagyjából a 8.-9. hídépítés pályáig jutottam, de akkor kezdjük el megint a tutoriállal, mert nem árt az, még nekem sem. Na, akkor itt is volnánk, itt ez a kellemes úriember elmagyarázza nekünk, hogy hogyan is működik ez a játék, de ezt én most így gyorsított tempóban megteszem. Amint látjátok, a lényeg az, hogy hidakat építsünk, és ezen áthaladjanak a dolgok. És ezt szimulálni is tudjuk, és akkor a lényeg az, hogy a szimuláció során ténylegesen át tudjon menni a cucc. A bal alsó sarokban találjuk a különféle építő elemeket, kezdve az úttól, a különféle támasztékokon át, egészen a mechanikus és egyéb függelékekig. A jobb alsó sarokban a különféle ilyen tervezéssel kapcsolatos eszközöket találjuk, ezt majd később látni fogjátok. Ami még fontosabb, kibe tudjuk kapcsolni ezt a négyzetrácsot, illetve azt is, hogy a híd terhelését is mutassa, hogy mekkora nyomás éri az adott elemeket, illetve középen a költségvetés. A tutoriálban itt végtelen pénzből gazdálkodhatunk, de egyébként minden pályának lesz egy büdzséje, amit ha nem haladunk meg, akkor az még több pluszpontot jelent, illetve a rangsorolásban előrébb kerülünk, tehát van egy ilyen vissza-előre, mint egy normál szerkesztő program, és itt tudjuk tesztelni az adott művünket. Jó, itt most, amit látjátok, már egy nagyobb autóval kell keresztül mennünk a hídon, és hát ahogy így fénylik, az mutatja, ha már piros, akkor nem bírja a terhelést, úgyhogy itt bele is esett a tóba szegény kis taliga, úgyhogy most azt mondja, hogy erősítsük meg az egész konstrukciót egy fával. A piros mutatja, a piros pontok mutatják az illesztési pontokat, tehát ott tudunk így úgymond a földdel, a stabil ponttal kapcsolatot teremteni, a sárgák pedig az építménynek az illesztési pontjait mutatják, és látjátok, ezen már így gond nélkül átment a kis autó. Na, itt már egy nagyobb furgon van, egy ilyen Scooby-Doo-s vagon, hát itt is akkor megcsináljuk először az utat. És akkor itt azt mondja nekünk a Farmer János, hogy csináljunk egy ilyen cikcakos felépítményt, és ez volt nekem az első ilyen döbbenet, hogy konkrétan ez a struktúra
olyan stabilitást kölcsönöz a hidunknak, jó, nem most, hanem hogyha mondjuk, igen, ez egy másik ilyen tutorial szekció, ha lenyomom a shiftet, akkor így az egyes pontokat külön tudom pozícionálni, és ez erre tanít meg. Oké, vagy akár kijelölhetem az összeset, és így együttesen mozgathatom, vagy akár törölhetem is. Például a D-vel kitörlöm. Ó, vagy azt mondja, hogy... Igen, csináljak egy ilyet. Na mindegy, a lényeg most itt az, hogy magasabbra kell tenni ennek a pillérnek a szintjét, hogy így a nagyobb jármű is biztonsággal át tudjon jutni rajta. Én őszintén bevallom, nem értek a fizikához, nem vagyok jó fizikából, főleg nem hídtervezési fizikából, nem vagyok tervezőmérnök, se statikus, se semmi, de nekem megdöbbentő volt azt látni, hogy egy ilyen szerkezeten úgy eloszlik a terhelés, ennek biztos megvan a képlete, hogy egyszerűen megmarad. És ez tök jó. Ez tök jó, és ezért is mondom, hogy ez nem utolsó sorban egy, szerintem egy nagyon jó kis oktatójáték, mert ilyen alap dolgokra megtaníthatja az embereket. Na, itt azt mondja, hogy jelöljem ki, és akkor lehet másolni is a képleteket nagyon egyszerűen, és itt lenyomjuk a C betűt, vagy itt is vannak ezek a dolgok, és itt utána itt van a kijelölt szerkezet, és ezt utána tudjuk még forgatni mindenféle irányba. Például az F-fel inverz, és a V-vel pedig így megforgatjuk, és akkor tadám, így lehet gyorsan építkezni, mint hogyha egy újra végigvezetnénk, és akkor ezt nézzétek, ebből mi lesz. Tudom forgatni, és átmegy alul a furgon, felül pedig a rendőrautó, és kibírt minden mindenkit. Nagyon jó. Na itt pedig a következő tutorial szekció, itt most így tényleg nagyjából mindent megmutat a játék. Igen, ez itt a tervező, itt azt mondja, hogy így össze tudom kötni, és egy ilyen kötél pályává alakítani az egészet, ezzel a kis festékes vödörrel egyből ki tudom tölteni. Ezzel gyakorlatilag egy nyomvonalat rajzolok meg, amit egyébként tudok így görbíteni is tetszés szerint. Igen, most egy ilyen függőhidat készített velem a játék egyébként. És akkor ez is el fogja bírni az autót. Tehát látjátok, ott vannak kövek, arra van felfüggesztve még így a felfüggesztés, na ezt jól megaszontam, és ez elvileg el fogja bírni az autót. Igen, elbírja. Jó, és ott alul meg látszódott a terhelés. Ó, és itt meg már egy hajóhiddal kell dolgoznunk, mint a London Bridge, vagy valami olyasmi. Jó, ezzel meg vagyunk. Jó, jöhet a fa felépítmény, vagy a fa stabilizátor. Ezt azért is csinálom meg, mert így akkor ez nekem is egy kicsit így gyakorlás. Na, és itt jön a hidraulika. Azt mondjuk, hogy a hidraulika ehhez a ponthoz legyen rögzítve, igen. És azt mondja, hogy plusz 50%-os kinyúlásra kell felállítani. Igen, az valahol ott van a fenébe, igen. És akkor a J gombbal pedig az egyik ilyen pontot így mozgósíthatjuk. És itt azt adjuk meg még, hogy a kettes pont, tehát az fog elmozdulni, melyik ilyen függelékek menjenek a kettes ponttal. Tehát meg tudnám azt mondani, hogy csak az alsó rész mozogja, de hát értelemszerűen akkor itt borulna minden, de így akkor majd meglátjátok, hogy mi lesz. Átmegy az autó, a híd kibírja, felemelkedik a híd elég magasra, hogy a hajó át tudjon menni alatta, és ez még rímelt is. Na, ez zsír. És most jön a motor, hát ez már simán át kell, hogy menjen. Jó, és akkor itt még egy olyan dolog van, hogy ugratás, ha jól nézem. Mármint most nem tréfálkozni, hanem... Igen, ez így megtartja. Tényleg ez annyira nekem így megdöbbentő, hogy ez így megtartja a hidat.
ez így kész. Hopp, ez így nem volt jó. Hopp, ez így mégsem volt jó. Igen, nyomunk egy visszát, és itt kell, igen, igen. Tehát, hogy hol függesszük fel a hidat, hogy ez így megtartsa. Ez a pont akkor csak ilyen félrevezetés volt, és akkor egy frankó ugratással átment a bácsika. Jó, akkor ez volt a tutorial része, most akkor nézzük a valós kihívásokat. Itt menjen át az autó. Szupi. És azt mondjuk neki, hogy... ezt itt megtámasztjuk. Hát megnézzük, hogy ebből mi lesz. Hopp, kártyavár, oké. Okay. Igen, akkor vissza a tervezőasztalra. Ez ide nem kell. Helyette akkor maradjunk a korábban látott struktúránál. Azt hiszem 45 fokba, vagy hogy volt ez így felaggatva. Igen. Így ezt így szépen végigvezetjük. Csatlakozás. És akkor így cikcakban. Elvileg ez így jónak kell lennie. Egyébként így jelzi, kicsit kivilágítja a játék azokat a pontokat, amik így pont hatótávban vannak, és jó, középen rezgett egy picit a léc, de átment a családi autó. Na, akkor itt most 2 darab kis autót kellene átjuttatni. És itt középen is mutatja, hogy lesz valami pont. Hát először nézzük meg, hogy a 2 kis autót át tudom eljuttatni így módon. Egyébként ez a négyzetrács, ez baromi sokat segít, tehát így itt tudjuk belőni nagyon könnyedén, hogy ugyanabba a magasságba vagy szélességbe kerüljenek a különböző kapcsolódási pontok. Ez így nem biztos, hogy jó lesz. Nem lesz jó, igen. Jó, hát akkor középre is kell felfüggesztés. Na, így talán már megáll a helyén. Ja, most így magától nem esik szét, és teljesen stabil. Jó, nagyon stabil maradt, és még költségvetésen belül is maradtunk. Na, most egy kis autós és családi autó a messzeségbe kell, hogy átérjen. Jó, akkor itt most megmaradok ugyanennél a stratégiánál. Ez a 45 fok, ez teljesen adja. Igen. És... hú. Miért nem engedi? Jaj. Rossz ötlet. Ezt most konkrétan betonból csináltam, meg az meg így nem a legjobb, elnézést. Mert ugye akkor a beton az egy nehezebb dolog, mint a fa, és így összeroskodna az egész, nem tartaná. Igen, na, most akkor itt, hát próbáljuk meg úgy, hogy ez itt tartja az egész struktúrát. Na, nézzük meg ezt, így. Hopp! Kártyavár, oké, okay. És még utána megy a piros autó. Jaj, itt elfelejtkeztem egy pontról. Lehet, hogy csak ennyi volt a bibi? Nem. Itt még más problémák is lesznek. Jó, akkor nézzük meg ezt úgy, hogy... Igen, hát már így költségtúllépésben vagyunk. Jó, hát megnézzük így. Ehhez mit szól? Na jó, hát némi plusz költséggel persze, megy ez. Csak hát jócskán túlléptük egy jó 10%-kal a költségvetést. Jó, mondjuk, aki építkezett már, jó, menjünk tovább, aki építkezett már, az tudja, hogy ha az elején megbeszélünk, ó, és itt már egy magasabb helyre kell fölmenni, akkor most használjuk ezt. Az tudja, hogy ha az elején tervezünk
X összeget, akkor a végeredmény általában több, mint X, tehát sokkal drágábbra jön ki általában a végösszeg, sajnos, de hát ez úgy tűnik, itt sincs másképp. Na, szerintem nem fogja elbírni, főleg nem a vagont, nem, tehát így össze fog roskadni, akár már saját súlyán, de nézzük meg, ja, és így belehajt a folyóba. Nagyon kamikáze itt az utas közösség, na jó. Nézzünk meg egy ilyen, hát ezt magasabbra veszem. Hát most itt úgy kéne belőni, igen. Körzőt, vonalzót mindenki készítsen ehhez a játékhoz, abszolút. Szükség van rá. Oké. Puty-puty. Hát megnézzük, hogy ez a szerkezet így megtartja-e a furgont. Jó, hát kamionnal már nem lenne szabad átmenni rajta, de egyelőre ez még megtartja. Ó, és most duplán? Oké. Okay. Challenge accepted. Aha. Ó, ezt még így is lehet. Király. Jó. Akkor ez így mehet. Megpróbálom kijelölni ezt, és azt mondom, hogy C, és ja, és most megpróbálom a Shift-tel, nem, ez így nem jó, inkább rajzolok egy újat, kompletten. Így összeér, nagyon jó. Akkor ezt is szépen befestjük. Jó. Na, hát akkor itt most duplán kell megcsinálni a felfüggesztést. Hát megpróbálom egy kicsit magasabbra venni a lécet, hogy ugye itt most két autónak kell átférnie valahogy. Hú, ez lehet, hogy egy picit magas. Ja, picit magas. Jó, kicsit csálé is lett, nem baj, talán kibírja. Jó, ezt akkor így delete. És akkor újra. Jó, és átér. Jó. Azért ilyen teljesen lehetetlen képleteket nem enged a játék, hála Istennek. De alapvetően nekem az a benyomásom, hogy ami ebben a játékban működik, az nagy valószínűséggel a valóságban is megállná a helyét, így hídügyileg. Jó, hát persze ilyen nagyon apró részletek nincsenek kidolgozva a játékban, hogy minden egyes csavart hova húzzon be az ember, és azért egy hídtervezésben ez is fontos szempont, de na, oké, elindult, megy, oké, átment, és akkor a második is jól van. Tehát így működnének a dolgok szerintem. És ezért is mondom, hogy ez egy nagyon erős kis... Ó, és itt már hajó is lesz, azta. De miért nincs a hidraulika? Vagy ezt anélkül kell megoldani? Na jól van, hát akkor nézzük. Nézzük ezt meg így valahogy. Aha. Nem biztos, hogy ilyen meredeken kéne. Mindegy. Jaj, de ezt ne fából már, úristen. Ezt elfelejtem. Jó, pikpak és újra lesz hidunk. Nem kell félni semmitől. Na jó, akkor... Hát itt most ugye az a nagy kihívás, hogy ezt hogyan támasszuk meg, de én élek a gyanúperrel, hogy ez úgy fog működni, hogy ide szépen felhúzok egy ilyen magasítást, ígyni. Vagy valami olyasmit. Így.
Jó, és akkor most imádkozunk az égiekhez, hogy így ezt körbe tudjam vezetni. Igen, eddig jó. És mivel a híd az nagyon-nagyon, hát nem is tudom, érzékenynek tűnik. Jó, próbáljuk meg ezt így, de szerintem igen, 13 ezer, még valószínűleg tartom, hogy ezt a pár ezret azt nem merő jó indulatból adja a játék. Na próbáljuk ezt meg, átmegy a hajó, és a hajóra omlik a híd, oké. Hát itt ez nem az igaz, és ez még be is hajt utána. A süllyedő hajó után, jó. Na nézzük, mit szólna ahhoz a játék, hogyha itt ezt még egy ilyennel megtámogatnám, mondjuk. Az nagyon ördögtől való ötlet? Pitty-putty. Jó, hát itt már messze túlszányaltuk a költségvetést, de nézzük meg. Ezt kibírja. Nem, ott van a gyenge láncszem, de a hajót már nem lapítottuk ki. Most megy az autó. És az autó nem tud felhajtani, úristen! Ne! Konkrétan az autó nem bír felhajtani. Jaj, na vissza mindent. Tervezőasztal újra. Nem bírt felhajtani az autó. Jó, hát akkor itt ezt ilyen alacsonyabban kell megoldani. Jó, megpróbálom ugyanazt a pontot így ki belülni. Ez így még nem jó. Na jó, akkor most jöhet a felfüggesztés. Hát először ide egy ilyen 45 fokos történetet. És ez úgy, ezt a középső részét biztos stabilizálja majd. Na már most nekem arra van szükségem, hogy ez a része is stabil legyen, igen. Azt úgy nem. De ez vajon így eloszlatja majd a súlyt, az a kérdés. Hú! Na, ez már struktúra. Ez már struktúra, gyerekek. Tehát így, úristen. Hát nem mennék át azon a hídon, amit én terveztem, hogy őszinte legyek. Igen, nagyjából ezzel egy vonalban volt? Nem egy vonalban volt, hanem ki volt maxolva, igen. És akkor itt volt minden mindennel összekötve, kvázi. Jó, és akkor még ide egy ilyen támasztékot toljunk már csak a biztonság kedvéért. Na, ezt megnézzük. Ki bírja? Hát ott középen már magától rezeg a léc, na de most ugrik a majom a vízbe. Elindul a családi autó, és... Úristen, mi volt ott középen? De átment! Átment! Jó, hát ezt szigorúan csak gyalogos forgalomra, és ott is a tömegek kerüljenek. Viszont, ahogy nézem, 13 ezerből. Hogy az Istenbe csinálták ezt meg 6000-ből, de most őszintén? Na igen, és erre lennék kíváncsi, hogy ő például hogy csinálta? Sok mérnök meg röhög rajtam, fogadjunk. Simple jump, egyszerű ugratás, na. Na. Hát itt át kell ugratnunk, úgyhogy... Jó, szerintem ez így jó lesz. Csak valahogy meg kell majd támasztanunk ezt az egész tákolmányt. Nem, ezzel nem. Most jó lesz. Hát
alulról kell itt megtámasztanunk, mese nincsen. Igen, és akkor így. Hű, hát érzésem szerint ez már saját súlyától össze fog esni, de... De egyébként... Can't create any more road. Aha. Hát persze. Na jó, hát nézzük meg ezt így. Az ott le, és... kész. Lehet erre itt már nincs szükség. Nézzük meg. Hopp, az se volt ott jó. Igen, ott az a baj, hogy ez így összeomlik, mint egy kártyavár. Igen, mert itt csak egy cölöp biztosít. Na nézzük meg így. Az se jó, de és az autó pont nem. Na, ez így már viszont alakul, és igen, ezt valahogy így még meg kéne hosszabbítanunk. Mi van, hogyha picit nem tudom magasítani. Jaj. Na és ezt így. Nem, kellene, hogy az ott így megmaradjon. Valahogy ezt pedig itt meg kellene tartani. De hogy? Ja, várjunk csak. Így ehhez mit szól a játék, ha ezt így tartja? Így már megtartja. Na, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű a képlet, és az autó még mindig nem ér el oda. De autóval miért akarsz ugratni, te? Te nagyon egyszerű. Nézzük meg ezt így. Igen. Ezt nem engedi? Ja, nem engedi. Na így, így ehhez mit szól? Kicsit így meredekebb lesz a dolog, de... és... oh. Nem, még egyet meg kéne itt toldani. Tényleg csak egy lehelletnyivel. Ja, ennyi utat tudunk csinálni konkrétan, az a probléma. De várjunk csak, ha én ezt itt törlöm. Na, ezt az ugratást még megcsináljuk, gyerekek, tehát így... Igen, igen, ez hiányzik itt, valószínűleg. Ezt így összekötöm. Na, erre kíváncsi leszek, hogy ez vajon működik-e. Ott az áll, ne szakadjon össze a laddolásnál, és... basszus. Bocsánat. Majdnem meglett. Kicsit lehet, hogy ezt így visszább kell vennem, egy fokkal. És talán így jó lesz. Nem tudom, nagyon veszélyes. Aj, és megint összeszakad. Súlyából adódóan. Na és így? Így egy picit, mint hogyha jobban visszavezetné majd a nyomatékot. És nem. Konkrétan az autócskánk alatt összeszakad az egész. Aj. Na, Polybridge hölgyek, urak! Szerintem abszolút céljának tökéletesen megfelel a játék, és nem utolsó sorban elgondolkodtató, szórakoztató. Lehet próbálkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok! Na, valamit ezzel még ki kéne találni. Aj, megvan! Hát megvan! Hát miért nem erre gondoltam egyből? Hát ezt az egészet itt még fönt is megerősítjük, mint a vadállat, kicsit túllépjük a költségeket, és... nem.